zenét nem veszünk fel, mert lehet, hogy furcsán nézzenek itt körülöttünk. Ez nem akarsz énekelni? Nem. Ez a Balis utolsó templom látogatásunk, a Tanalok, az a Tanalok templom. És naplementére jöttünk ide. Egyetlen egy problémánk van, hogy kicsit felhős. Kicsit nagyon felhős. Arról lehet, hogy pont lemaradunk, inkább valószínű, hogy lemaradunk. De ez szép. Igen, és voltunk még egy nagyon-nagyon szép templomnál, Uluvatunál. Ugye? Hol? Uluvatu? Nem. Nem, ez az a másik templom volt, ahol nem mentünk. Ja, oda nem mentünk. Akkor ez mindjárt mondom. Ez is egy tévetűs. Ez volt a... Ezt majd kivágjuk. Tehát ez a Tanalot, és a Taman Ayunnál voltunk, ami kimaradt. Ezek a királyok, igen. Királyi templomok voltak. És hát így zárjuk most igazából. Fél napot őszintén bevalljuk, hogy reggel lementünk reggelizni, és visszamentünk az ágyba aludni. Ez a tegnapi nap, ez nagyon kikészített mindkettőnket. És totálisan enni alig bírtunk, és a gyomrunk is teljesen még mindig készen van. Szóval mentünk egy csicsikázni egészen. Meddig? Fél egyig. Utána gyors vettünk pár kaját, hogy a kocsiban ne halljunk éhen. És aztán jöttünk erre a kis félnapos útra, erre a két templomhoz. És hát ez szerintem vitte a pálmát. Már nem a pálmafát, hanem úgy összességében. A videóban úgyis benne van, hogy hogy néz ki itt az egész. És gondoltuk, hogy leülünk megnézni. Úgyhogy ez a Sunset Terrace, de így néz ki az egész. És baromi finom kókuszt eszünk, iszunk. És nincs itt mondani, szerintem. Holnap megyünk tovább Fülöp-szigetekre. Egy hosszú út lesz átszállásra Malinán keresztül, és ahogy Gergő barátom mondta... Manila ocsmány, úgyhogy nem ocsmány, nézzük meg. Kusztustalan. Ocsmány! Ocsmány mondod? Akkor ocsmány. Ugye nem nézzük meg, és megyünk Palavanra. Most elköszönünk, és megnézzük a felhőktől nem látható naplementét, de így is nagyon szép. Úgyhogy hello! Egy másodperces, nagyon kicsit hosszabb bejelentkezés. Mégiscsak lett naplemente. Nagyon szép. Látjátok, hogy narancssárgák vagy mi? Nem az effekt rossz, hanem ilyenek a fények. És lesz róla majd timelapse. Lesz róla élőkép is magunknak, emléknek. Elköszönünk. Ja, nem fénykép. Esti bejelentkezés. Nem sok minden történt a nap lemente. Után óta. Hazaértünk elég gyorsan, 1 óra 15 perc alatt, ami gyorsnak számít. Lejöttünk egyet még sétálni itt a... Hány kilométer volt az út? Nem tudom, de átsug a lépés. Tehát 20-30 kilométer volt egyébként a szem. A lényeg, hogy szállodában intéztük a holnapi transferünket, mert nagyon korán indulunk, 5-15-re jön a taxiértünk, és vagy nem tudom én mi, valami jármű. És reméljük nem robogó, mert azt is csinálják. Vagy lovaskocsi. Ja, mert van lovaskocsi, meg minden. És aztán meg, ugye azt mondtuk, megyünk tovább. Kicsit be vagyunk lassúva, el vagyunk fáradva. Most gyors ettünk, végre tudtunk enni, és a hasunk azt egész jól bírta, ennek örülünk. De csak egy fél pizzát. De csak egy fél-fél pizzát. Ez jó, mert mondták, hogy lehet úgy, hogy gomba csak az egyik oldalon, de ezt mind a kettőre érvették, tehát mind a kettő pont volt. Nem baj. Gyakoroltam a gombaevést. Megittük az utolsó dinnyés gyúszunkat. Nem ittuk meg, tudom, valaki már most kötekedik. Megisszuk mindjárt, de ez az utolsó itt Balin egyelőre. El is köszönünk, aztán holnaptól meg már Fülöp-szigeteki videók jönnek. Ennyi volt. Köszönünk a watermelon juice-szal.
egy nagyon gyors bejelentkezés lesz a reptérről. Nem aludtuk túl magunkat, ami azt jelenti, hogy volt kb. 4 óra valamennyink aludni, aminek a felét szerintem fenn voltam fontosan azon aggódtam, hogy megint elalszunk, mint Bangkokban. Nem. Itt vagyunk most már reptéren, baromi hosszú, arra is, és már csekkolunk be. Minden rendben volt a csomaggal, szépen lassan megoldottak mindent, ami a problémánk volt. Már nem tudtuk online elintézni a becsekkolásra, a csomagvásárlást, de a reptéren megoldottuk. És mindenhol itt is nagyon kedvesek voltak. Igazából tényleg... A balinézek a legkedvesebb emberek, akikkel valaha találkoztunk. Igen. Majd erről még biztos mesélünk, vagy emlegetjük őket, vagy akármi. Ami érdekes egyébként, csak a videón úgyse látszódna. Nem, meg ráadásul fényes kint. Ott van a legnagyobb szobor világon? Aha. Azt hiszem. Azt mondta. Nagyon jól néz ki. Képről láttuk, nem mentünk el. De nem néz ki jól egyébként. Nem néz ki jól. Szobor, de ami érdekes, ez, hogy Kutából, ami rohadt messze van a szobortól, nem rohadt messze, de zene messze, és úgy látszik, mintha valami giant akármi nőtt volna ki a hegyből. Na megyek, mert le kell adni a jegyet, majd jelentkezünk Manilából. Gergőnek küldjük szeretetünket onnan. Nem kezdünk el megint énekelni, mert lehet, hogy elég furcsán néznek ránk, amúgy is furcsán néznek, mert itt vagyunk egy baromi nagy bevásárlóközpontban, ahol összesen látunk két fehér embert rajtunk kívül, és reptéren is úgy voltunk, mint hogyha mi láttunk volna a kívülállók faj. Hát azok vagyunk. Igen, csak mondom, hogy főleg ezeken a helyi járatokon. Hosszú volt a nap, sokat utaztunk, de minden rendben volt igazából. Hamar eltelt, nem éreztük se, nem is nagyon volt időnk úgy időzni, és a repülő is elrepült. Kicsit fáradtak vagyunk, ez a reggeli koránkelés. Annyira féltem, hogy megint el fogunk aludni, mint Bangkokban, hogy maradék akár 4,5 valahány órából is, szerintem, nem tudom, egyfolytában. Tényleg? Nem baj, nem kívánjuk. Csapult. Szóval megérkeztünk a... Igen. Reptőre. Azt hiszem, az ma volt. Jó, képben vagyunk. Igen, most végeztünk egy új kalkulációt, hogy az elmúlt két hétben összesen 5 országban volt. 6 országban volt? 5. Voltunk Magyarországon, voltunk Angliában, voltunk Tájföldön, voltunk Dubajban, csak átszállni, Indonéziában, és jelens most már Fülöp-szigetek. Na, 6. Átszállás nélkül 5 válaszolat. Sőt, voltunk Manilában, és egy másik szigeten vagyok. Igen. De ott csak... De ezt tudjátok, az benne. Jó van. Jó a szálloda, igazából. Ezért nem olyan teljesen, mint a képeken. De kicsit az ott a megöregedett. Egy kicsit megöregedett, de szép egyébként, mert nagyon kedvesek és segítőkészek. Itt is nagyon kedvesek az emberek egyelőre. Aztán majd beszámolunk, hogy mi a végső eredmény. És holnap megyünk a Honda BS sziget
túra, körbe, lesz snorkizás, meg minden, és végül holnap után megyünk az underground river, tehát egy hegyben megy be egy folyó, egy nagyon hosszú folyó, természetvédelmi terület, oda megyünk el, visszahoznak a minibusszal, és utána megyünk egy másik programra még, amit majd titok elmeséljük, hogy mi lesz. Most rendeltünk, meglepetés. Megrendeltük a vacsorát, beültünk itt egy kis étterembe. Nem is tudom, ez milyen fajta. Találtam egy másik éttermet is, ami igen, egy helyi étterem. És rendeltünk sweet and sour chicken-t. Igen. Hát csak az, aki angolul tudod. Same in English. És fizettünk kemény 2.72-t, ami kb. Mennyi? 1000 forintot fizettünk a kettő pacsiára. Reméljük, hogy finom lesz. Na jó, nem megy ez a beszéd már, elköszönök. Még pacsi után visszacamogunk a szállodához, amit van 2 percre, és lehet, hogy még úszunk egyet. Aztán holnap jelentkezünk.